Térjünk vissza a cukorbetegekre. Térjünk vissza az elhízásra, a kettes típusú cukorbetegségre, a krónikus vastagvérgyulladásra és a kronkolitisre. Egy az ok, csak a végkifejlet. Nagyon összefüggnek, tehát az elhízás és a cukorbetegség, ezt tudjuk, hogy mennyire összefüggnek. Azt viszont kevesen veszik figyelembe, még a kollégák közül is, hogy az epe stimulálásával, az epe termelés stimulálásával, az epe ürülés helyreállításával serkentjük a hasnyálmirigy működését. Ezáltal javul az állapot, javul a béta-sejtnek, lesz a hasnyálmirigy. És jobban termelik azt az inzulint, de van más hatása, hogyha már kialakult egy cukorbetegség, ugye akkor sokkal érzékenyebbek lesznek az ereink, és akkor a koleszterin szintre is sokkal érzékenyebb. Meg a magas vérnyomás jön. És egy epesav pótlásával legalább elvágjuk ezt az érzékenységet, rendbe hozzuk a koleszterin. Egy nagyon fontos kockát kiveszünk ebből a játékból, és akkor nem tudja felépíteni ezt a patológiás várat a szervezet, sajnos, és sokat javítunk az állapotán a betegünknek. Az elhízás is adódhat az epesavak hiányától. A zsírok felszívódásának a zsíremésztés nem lesz olyan, ami ennek lennie kell. Így van, és hát nem ott rakódik le, tehát most ez egy nagyon fontos folyamat, de a másik, hogy mikor kezdünk mi sokat enni, hogyha valamiben hiányt szenvedünk, és ilyenkor a szervezet egy olyan visszajelzést ad az emésztőrendszernek, hogy éhes vagyok, hiába vagyok tele. Tehát minőségi éhezés van. Ez a minőségi éhezés. Tele vagyok, de hiányzik nekem a D-vitaminok, az E-vitaminok, az A-vitaminok, a vas nem szívódott fel. Tessék, még pótolnék étellel, de hát... Nagyon sokszor magas a vas a vérben. De hát ez már és nem szívódik föl. Így van, itt már a májfunkciónak is a romlása vezethet ehhez. Tehát ezek nagyon-nagyon bonyolult folyamatok, nagyon leegyszerűsítve az epesavak mindebben segítenek. Ezért van az, hogy a pácienseim zöme, hát nagy része az epesavak szedésé mellett arra a nagy örömmel, az állapotok javulása mellett nagy örömmel mondják el, hogy hát, és képzelj el, fogytam, és jobban érzem magam. Hát persze, javult az